Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, jön egy kis Battlefield. Mi a fene? Tehát végre úgy érzem, hogy kedvem van beszélni erről a játékról, hogy van valami új dolog, vagy ha nem is új dolog, de valami olyan rég elveszett technika ebben a játékban, amiről érdemes beszélni, úgyhogy lehet, hogy a jövőkben lesznek egy-két olyan videó, ami Battlefield 5-re ilyen, hogy is mondjam, taktika és technikai jellegű videókat fogok csinálni arról, hogy mit, hogyan, hány, merre, meddig. De most ebben a videóban, és az első mondhatni egy ilyen tip videóban fogjuk egyszerűre és beszéljünk, és szeretném felhívni leginkább a figyelmetek egy-két egyszerű dologra, amit már megesett, hogy észrevettetek eddig ebben a játékban. De annak, aki nem, akkor íme jöjjenek egy-két meglátás, tip és trükk az új Battlefield 5-tel kapcsolatban, olyan dolgok, amik eddig ugye nem voltak benne a Battlefieldekben, és most itt vannak, és jó célt szolgálnak, és érdemes rájuk figyelni, már persze, hogyha nagyon tudunk ugye figyelni rájuk a csata hevében, de ahogy az ember egyre tapasztaltabb lesz a játékban, úgy tud egyre inkább a részletekre figyelni. Na most, vágjunk is bele, nem fogom nagyon húzni az időtöket. Tudnotok kell, hogy Battlefield 5-ben, és ez egy új funkció, ugye kodosok már régóta alkalmazzák, de vissza lehet dobni a gránátokat, oda mész hozzá egy gránáthoz nyomsz egy E-t, és vissza tudod dobni a gránátokat. Mostani Battlefield 5-ben a gránátoknak sokkal hosszabb a, hogy is mondjam, robbanási idejük, tehát amíg lejár ugye az idő, hogy felrobbanjanak, és ez egy fantasztikus ötlet volt, mert már nincs olyan szintű gránát spam, és hogyha egy gránát is felé repül, teljes mértékben megvan az esélyed arra, hogyha közel esik hozzád, akkor fog nyomj egy E-t, és visszadobd az enemynek, és netán ők robbanjanak föl. Mondom ezt azért, mert még mindig látom, mindenki látom igazából, saját magamon is, hogy futok el a gránátok elől, hogy eddig minden Battlefieldbe tettem. De most, ha eszembe jut, ha úgy van egy szűk folyosó várhol, be vagyok szorulva, dobnak egy gránátot, azt megpróbálom visszadobni, miért ne. Ha már szűk folyosón vagyok, valószínűleg úgy is beledöglök, úgyhogy megpróbálom inkább visszadobni. Szóval ne felejtsétek el, gránátokat vissza lehet dobni. Tudnotok kell azt is, hogy Conquesten minél közelebb mész a zászló közepéhez, ahol van a rúd és a zászló rajta, annál gyorsabban fogod tudni foglalni azt az adott zászlót. A következő dolog, amit szeretném tudni, hogyha tudnátok, hogy van a beállításoknál, a hangoknál a 3D hang nevezetű beállítás, azt állítsátok be. Egyszerűen még stereo hangszórókon is a surround hangzást ad be, sokkal jobban fogod hallani, melyik irányból jönnek a lépések. Érdemes megcsinálni. Ugye most már, hogy a squadodban lévő társak is fel tudnak éleszteni, egy jó tipp arra, hogyha elkezded éleszteni a társadat, és úgy érzékeled, enemy jön, lőnek rád, ha még egyszer megnyomod az E-t, akkor abba hagyja az élesztést, és akkor vissza tudsz lőni az enemire. Szóval, ha még egyszer megnyomod az E-t, mikor miután elkezdted éleszteni az embert, vagy azt a gombot, ami nálad az élesztés, akkor abba hagyja az élesztést, és újra csatába tudsz lenni. Ha már az élesztésnél járunk, akkor el fogom azt mondani, hogy ha valakit lelősz, és ugye ott nyomorognak és segítséget kérnek, nem akarnak meghalni, ha még egy-két golyót belőkeresztesz, vérzést fogsz okozni, ezáltal gyorsabban véreznek el. Miért fontos ez? Egyszerű taktikai szempontból minél gyorsabban halnak meg, és minél kevesebb az esély arra, hogy újraélesszék őket, annál gyorsabban fogy nekik a tiketjük, tehát előnyhöz juttatod a csapatodat. Persze ez rajtad áll. Szóval, a következő dolog, amire szeretném, vagyis szeretném mit szeretném, tehát rajtatok múlik, amire jó, ha figyeltek, az, hogy tudtok építeni random helyeken, majdnehogy nem random helyeken, tehát olyan helyeken is, ahol nincs ammót és health élet ilyen helyeket. Megnyomod a T-t, és a T-vel előveszed a kalapácsod, és már is látni fogod, hogy mit, hova tudsz építeni. Na most, ugye vannak olyan helyek, ahol alapból nincsen se ammó, se élet, úgyhogy oda tudsz építeni általában elég sok helyre a játékban különböző ammó, illetve ilyen health stationöket, és akkor ott a csapathoz hozzá tudod juttatni ammóhoz.
Na most, ez nem egy rossz dolog, mert sokszor kerülhetsz olyan helyre, ahol ezek nincsenek, vagy lelettek rombolva. Ugyanakkor ugye lelettek rombolva, és te újra tudod építeni bármelyik kasztal, úgyhogy nem kell attól parázni, hogy kifogysz a lőszer, vagy valami. Jusson eszedbe, hogy használd ezt a képességet, mert egy-két játékmódban például iszonyatosan hasznos, és hogyha már megtanulod, hogy hol vannak ezek az ammó és élet helyek, ahova tudsz építeni, akkor kurva könnyűvé tudod tenni, hogy is mondjam, a védelmét, vagy a védelmét egyes helyeknek. Szóval, a következő érdekes dolog, és itt egy pár tippel fogok szolgálni nektek, az a squad leader szerepe lenne. Ugye Battlefield 5-ben a squad leaderként hozzájutsz Amazon előnyhöz, hogy aféle killstreakeket hívhatsz be. És az egyik is a legnagyobb ugye élvezett a készfikekben a B1 vagy V1-es rakéta. Nagyon móka tud lenni, hosszan lenyomod a B-t, és az addig megszerzett pontokkal be tudod hívni azt az adott killstreaket. Na most, de ezt ugye csak a squad leader tudja megcsinálni. Na most, egy-két dolgot a squad leaderről. Tudotok-e, hogy ha például a haverokkal játszol, akkor átadhatod nekik a squad leader opciót. Nyomsz egy escape-et, rámész a squads, megkeresed a squadodat, kijelölöd a gyereket, akire át akarod adni a squad leadet, és rányomsz arra, hogy promote. Ennyi. Meg tudod ezt csinálni, hasznos dolog című történet, tegyük fel, hogy ketten vagytok egy squadba, te el akarsz menni, haverod még ott maradva, átadod neki a squad leaderséget, happy days. A következő egy trükk, hogyha látod, hogy a squad leadered nagyon béna, hogyan szerezd meg tőle a squad leaderséget? Ugye a Battlefield 1 óta úgy van kitalálva, hogy ha kérsz egy parancsot a squad leaderedtől, és a squad leadered azt nem veszi észre, akkor átadja neked egy perc után a squad leaderséget. Na most ez a Battlefield 5-ben is így van. Természetesen itt az emberek egy kicsit már jobban figyelnek arra, hogyha parancsot kérsz, mert nem akarják elveszíteni a squad leaderséget, mert ugye be tudják hívni ezt a különböző tankot, rakétát, anyám kínját, mindegy. De íme egy trükk arra, hogy hogyan vedd át a parancsnokságot és buktasd meg a squad leaderedet. Nagyon egyszerű a dolog, hölgyeim és uraim. Várjál. Azt mondom, elindul a csata, várj egy kicsit, amikor a csata heve így magasabbra hág, és az emberek már kevésbé tudnak figyelni a csetre, akkor kérem szépen, akkor kell benyomni egy I need order parancsot, és hogyha még tovább is akarod fokozni ezt az egészet, akkor az I need order parancsod után gyorsan szétszpemeled a chatet, akármivel, hogy már ne látszódjon az I need order nevű parancsod. Egy perc után nem veszi észre, ha nem veszi észre a squad leader, már pedig a csata hevében, amikor már a csata megy egy ideje, akkor a squad leader nem fogja észrevenni azt, hogy te parancsot kértél, és ha nem osztogatod parancsokat eddig, akkor át fog szállni rád az a squad leadership. Jártam úgy, én voltam a squad leader. Csata hevében nem figyeltem, elvették tőlem a squad leaderséget. A csata hevében nem figyelt az új squad leader, és visszavettem tőle a squad leaderséget. És hát ja, előfordulhat, úgyhogy legyél résen, a chated legyen bekapcsolva, H az alap, bekapcsolás, tehát H-val látszódni fog a chat, ha jól tudom, vagy akármire van neked állítva. És figyelj a squad leadership-re, mert megéri, tehát egy V1-es rakétával ki tudsz szedni egy egész, nem is tudom, tehát 10-15 embert ledarál, hogyha benne van a rádiuszban, nagyon simán megöl mindenkit a környéken. És az nem beszélve, az egy nagyon szép score streak neked, mint egy nagyon szép kis kill streaket összehoz neked. Úgyhogy squad leadernek lenni jó móka. És jártam egy olyan csatában is, ahol kétszer is össze tudtam hozni a squadommal ezt a V1-es rakétát. Mégpedig úgy, hogy hát nem volt egy tele szeró, és lassan ment a játék, lassabban foglaltunk, és csak jöttek a pontok, de azon kaptam magam, hogy hé, hát 80 ezernél több pontunk volt, két V1-es rakéta, bam, there you go, bitch, please. Szóval, és azt a squad leaderséget is úgy loptam egy másik squad leadertől, mert nem figyeltek. Úgyhogy figyelj a squad leaderre, és hogyha nem ad parancsokat, akkor kérjél parancsot, és vedd át tőle a squad leaderséget, és használd ki azt az alkalmat. Egy másik videóban fogunk beszélni technikákról, hogy hogyan tegyük effektívé a squadunkat, illetve a játékunkat, hogy minél gyorsabban, minél több pontot szerezzünk című történet.
Következő ilyen tippem, használd a spotolást. Ugye a spotolás a Battlefieldben már nem hagyományos értelemben vett spotolása, mint ameddig eddigi Battlefieldekben volt. Helyet tudsz spotolni, nagyjából így területet, ahol az ellenfél mozgolódik, de használd ezt. Elképesztően hasznos tud lenni a társainak, hogy észrevegyék. Használd a spotolást a repülősöknek, használd a spotolást a V1-es rakétásoknak, ugye, hogy akik behívják a V1-es rakétás szkvadrilláknak. Nagyon-nagyon hasznos tud lenni, ha spotolsz, már figyelmeztetsz arra, hogy jé, ott egy ember, vigyázzál, ha már odamész. Úgyhogy ne legyél lusta megnyomni azt a Q-t, ha látsz valahogy egy ember. Ugyanúgy működik a rendszer, mint régebben, veszíteni nem veszítesz semmit. Nyom meg, figyelmeztesd magadat, a társaidat és a többi, hogy ott te láttál valamit. Mondom ezt persze abban az esetben, hogy ha nem support vagy, mert a supportnál van egy olyan, hogy is mondjam, perk, amit be tudsz kapcsolni a supportnak, és az azt csinálja, hogyha suppresszeled az enemit, teljes mértékben kijelöli az enemit, úgy, mint hagyományos értelembe vett a régebbi Battlefieldekbe. De hogyha nem supporttal mászkálsz, akkor használd azt a spotolást, használd a területi spotolást, nem kell precízen kispotolni, de ha már a területet kispotolod, már jó vagy. Ha már a spotolásnál tartunk, ha tudsz rá figyelni egy majd idővel, azt tudnod kell, hogy a spot flare-t, amit a Recon Class lő fel, hogy ugye radart csináljon, azt tudod cancel-ölni még pedig úgy, hogy lelövöd. Ugyanez igaz a gránátokra is, ha látsz fel, magad felé repülni a gránátot, ki tudod lőni a levegőben. A saját gránátodat is ki tudod lőni a levegőben, hogyha sikerült. Tehát ezek ilyen apró dolgok, hogyha netán úgy észreveszed a csata hevében, ne felejtsd el, hogy meg tudod tenni. Című történet. A spot flare a jelenlegi Battlefieldben elképesztően hasznos, mivel a térkép az nem úgy működik, mint ahogy az eddigi Battlefieldekben. Senkit nem látsz rajta gyakorlatilag, a spot flare pedig emiatt hatalmas előnyhöz juttatja az enemy csapatot, vagy éppen a te csapatodat, de tudnod kell, hogyha látsz enemy csapattól spot flare-t az égen, a földön, bárhol ki tudod lőni, és ezáltal elvenni tőlük a radart. Gyerekek, ennyi lett volna egy-két dolog, amit így összegyűjtögettem, amire úgy érdemes figyelni. De jó, ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, tudtam segíteni, dobj egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, iratkozz föl a következő Battlefield videóig. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!